A Tisza és a megyénkben található kisebb vízfolyások a nyári hűség miatt rekord alacsony vízállás közelében voltak, több csatorna ki is száradt. A Felső Tisza vidéki vízügyigazgatóság szakemberei azonban felkészülten várják az esetleges nagyobb csapadékmennyiség érkezését, amire az előrejelzések szerint még jó ideig nem kell számítani. Ez a nyár nagyon száraz volt. Az elmúlt 60 év második legszárazabb nyara volt, és a legforróbb, amit itt a mi területünkön, a mi megyénkben tapasztaltunk. Ezért nagyon fontos volt ez a vízutánpótlás a jövőben. Hosszú hónapok, évek óta egyébként száraz és asszályos az időjárásunk. Egy rendkívüli asszály alakult ki. Ez a csapadékmennyiség nem volt kiugróan magas, ez csak egy pici pótlása a hiányzó vízkészleteknek a következő időszakban jelentős nagy csapadékokra nem számítunk, de nagyon jó lenne, hogyha visszatérne az időjárás a normál kerékvágásba, és lass lassan visszapótlódának a talajokban és a vízfolyásainkban is a vízkészletek. Az igazgatóság szakemberei folyamatosan figyelik a vízgyűjtő területeket, és öt percenként kapnak értesítést a vízfolyásaink, legfőképpen a tiszavíz vízszintjéről. Ambrusz László elmondta, a napokban tapasztalható esőzések nem adtak okot készültségbevezetésére. Az elmúlt napokban valóban több eső volt, ez egy kis felüdülést hozott a természetnek, talán a gazdálkodóknak is segít majd a jövőben a hosszú száraz nyarat követően, de ez jelentős változást nem okoz a vizeinkben. A folyóinkon kisvizes állapotok vannak, illetve a csatornáink ki vannak száradva, ki voltak száradva a nyár folyamán. Ez csak egy rövid időre emeli meg a vízszinteket. A tisztán néhány cm-es emelkedésre számítottunk, ez be is következett, de árvízveszély, belvízveszély a műszaki titkár hozzátette, az asszály és a szárazság három havi csapadékhiányt okozott a vízkészletekben, aminek a pótlására azonban nem számítanak a következő hónapokban.